az az ünnep, ami a magyarországi németek ünnepévé nyújtja magát az elmúlt 25 évben. Egy pécsi kezdeményezés nyomán Pünkösd vasárnap, illetve Pünkösd hétfőn minden településen, ahol németek laknak, megemlékezéseket tartanak. Többek között az első és a második világháború áldozatai emlékművénél, illetve azért is, amiért a második világháború után a magyarországi németeket több sorscsapást érte, aminek következtében részben elhagyták településeiket, magát az országot is kényszerrel. Részben pedig a mai modern világ az urbanizáció hozta magában, hogy nagyon sokan elszárnoztak a karmaikból. Ez a pünkösd egy találkozó a legtöbb településen, ahol a külföldön élők vagy más városokban, településeken élők visszatérnek a falvakba, hogy együtt emlékezzenek és együtt ünnepeljenek. Kozár Istenben is az első világháborús emlékmű már régebben felállításra került, és a rendszerváltás táján pedig a második világháború áldozataira is emlékezünk az emlékművelések nevekkel. Én ma mégis nem arról szeretnék beszélni, hogy a két háború milyen áldozatokkal járt, hanem annak kapcsán, hogy a német önkormányzat vállalta magára, immár több éve az emlékmű, vagy több év óta az emlékmű ápolását és ennek a hétfői Pünkösd hétfőn, ma már Pünkösd vasárnap ünnepnek a megrendezését. Annak kapcsán szeretnék a magyarországi németeket ért még olyan sorscsapásról megemlékezni, amelynek áldozatai Kozár Istenből is voltak. Az egyik az úgynevezett Pánoki robot, a Szovjetunióba elhúzolás kényszermunkára, a másik pedig a németség elhúzolása, vagy sokáig úgy hívtuk, hogy kitelepítése Németországba. Kozár Istenyi lakosok is estek áldozatul mind a két megtorlásnak. Az ő neveik nincsenek az emlékművelésre, és éppen ezért szeretnék ma önökkel együtt őről megemlékezni. Az is adja ennek apropóját, hogy ebben az évben, 2016-ban, éppen 70 éve, hogy január 19-én Budaörsről elindult az az első szerelvény, amely több ezer németet vitt Németországba Budaörsről. A vagonok oldalára Isten vagyok hazánk felirat állt oldalán, mégpedig azért, mert ők mindig is ezt az országot tekintették hazájuknak. Két évvel korábban, 1944. decemberében, december 26-án, karácsony másnapján volt az a nap, amikor Baranyából elkezdték összegyűjteni azokat a németeket, asszonyokat és fiatal férfiakat, akiket elhúzoltak Valentin Robotra a Szovjetunióba. A nagymamám is közöttük volt, hátra mögött egy 7 éves lány. Nagyapám helyett vitték őt el, 3 évig nem tért haza, de szerencsére volt, mert 3 év múlva mégiscsak betegen lefogyva nem haza tudott jönni. Ő volt az, aki azt mondják sokan, hogy nem beszéltek sokáig erről a testetekről, Valenti Robotról, de ő mégis. De olyan oldalát mesélte nekem állandóan, aki gyerekként sose értettem, hogy ő most mit akar Oroszországgal. Azt az oldalát mesélte, azt az emberi oldalát, amit talán nagyon nehéz megfogni. Olyanokra emlékszem, hogy állandóan tömte belém a vasárnapi ebédnél, a csibelevesnél, a csibe bőrét. És én nem akartam megenni, és a mondata van is mindig a fülembe cseng, megennéd te ezt, mikor Oroszországba lennél. És én nem értettem, hogy ő ezt most miért is mondja. Azt is mesélte mindig, hogy az volt a szerencséjük az asszonyoknak elsősorban, hogy a népviselettel mentek a nagy ruhájukkal, sok szoknya, egyébként 6-7 méter ruhanya is volt, és ezt ők apránként elcserélték élelmiszerre. Mindig azt mondta, hogy a férfiak közül sokkal többen haltak meg, mert sok volt a dohányos, és ők nem élelmiszert cseréltek, vettek a darabjaikon, hanem cigaretták. És ettől bizony megengültek, és ezért az asszonyok sokkal szívósabban, sokkal jobban ezt tudták.
Van egy olyan emlékem is, egy fotó, anyám édesanyám közben első áldozó lett. És azon a képen mindenki gyönyörű sárnék viseletben van, kivéve édesanyámat, aki ugyan sárnék viselet van, de a haja nem volt betonva, szalaszét állt, mint egy szélabogja, mert nem volt édesanyám kivetetve. Ezek az emlékek azok, amik azt hiszem, hogy hozzánk is közel hozzák ezeket az eseményeket. A kitelepítés, vagy ahogy ma mondjuk, és ami az igazsághoz sokkal közelebb áll, az elbúcsúzás, ugyanúgy érte a családomat, apai, nagyanyám, édesanyját, testvérei, 8 hónapos kisbabával bevakonyozták bolygóra és hetekeren utaztak Németországba. Ővelük a kapcsolat megvolt sokáig, most is még az utódaikkal. De arra emlékszem, hogy ahányszor Németországba mentünk, eleinte ugye sokszor nem lehetett, de később a saját lányaimmal is. A nagymamám férje, nagymamám testvérének a férje mindig azt szerette volna, és ez haláláig így volt, hogy a magyar himnuszt énekeljük vele, ha kimentünk. Ez is mutatja, hogy ők soha nem szűntek meg arra gondolni, hogy Magyarország a hazájuk. Elfogadták, mert mindenki beletörődött a tanulásokat az eseményeket, de szívükben mégiscsak szerelmesen kérezték. Nagymamának az öccse 90 évesen, 2 héttel ezelőtt hunyt el, és ez volt számomra egy olyan érzés, hogy bezárult a kör. Bezárult az a kör, ami a 18. században indult, amikor a Németországból a keletesek Magyarországra érkeztek, itt új hazát találtak, segítettek az országot felépíteni, olyan érdemeket tudhatnak magukénak, ami maradandó, akár a parlament építészére gondolunk, vagy akár a Magyarországos szerzőjére Erkel Ferencre, aki szintén magyarországi német volt. Virágzott ez a népcsoport egészen a háború utánig, és most azzal, hogy az utolsó kis elmennek közülünk, akik még az innen elmények a generációjához tartoznak, ezzel be fog zárulni egy kör. Ugyanúgy, ahogy a 18. században első generáció után már nem volt kapcsolata az otthon maradottakkal, ugyanígy fogunk most ki is járni, hogy az elhúzoltakkal a Németországban élőkkel egyre kevesebb kapcsolatunk lesz. A második, harmadik generáció már nem minden származik, de ez az és igazából sokszor nem is értük, hogy ezt értel átolni. És éppen ezért, mert nem értik, éppen ezért, mert közülünk is ezt sokan nem értik, azt gondolom, hogy nagyon fontos, elengedhetetlen, hogy fenntartsuk az emlékezetet. Ennek egyik lépése, egyik momentum, ez a mai foglalkozás is. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy velünk emlékeznek. Az a föld szent, hogy hőse lenne.
mert volt tiszta ügyért, és így lánc, te miattad, érted is húltak elő. Felül az bárhol, a föld, rejtelmesen egyten lett. Úgy az övé, hogy már a miért. Ne feledd hát a teret, horbár a levírt had, bár legutolsó hátvédeled, mit nem feledett. Nem veszed ki. Nem hol, nem letipolt sereget, emlékszel ott, hogy akár hasonlóan. Új pont kérdelem. Oh.
önkormányzatának egy civil szervezeteinek képviselői, valamint a hozzátartozókat, a megemlékezés után helyezzétek koszorúinkat, világjaikat az emlékművére.